Sziasztok! Csak gondoltam, hogy csinálok utólag egy gyors videót arról, hogy hogyan is működik maga a GMT komplikáció. Ugye itt 6 óra a normál idő, a GMT mutató pedig 4 óránál áll. Ugye itt ez a 4 órát jelenti, vagy ha egy másik időzónát állítottunk be, akkor ott pedig 8-at, tehát egy olyan időzónát követünk, ahol 4 óra van, és egy olyat, ahol 8 óra van, nálunk pedig 6 óra van. És nézzük, mi történik akkor, hogyha 6 óráról eljutunk 12 óráig. Ugye ez a mutatónk, az óramutató az 6 órát ment körbe, tehát a számlapnak a felét. A GMT mutató viszont innen a 4 órától eljutott a 10-ig, illetve 8-tól eljutott a 14-ig, ami szintén 6 óra, de nem tett meg akkora utat, mint amekkora utat egyébként a normál nagymutató megtesz. Tehát végül is ez a lényege, hogy fel olyan sebességgel megy körbe, és közben pedig ugye van egy fix számlapgyűrű, amin a 24 órás beosztás van, ott tudjuk követni az időzónát, és tudjuk követni az egyébként bármerre forgatható, szabadon állítható lünettán is, GMT lünettán. Itt pedig az időzónát látjuk, amelyiket ide beállítottuk. Tehát az a lényeg, hogy egymáshoz kell állítani a két időzónát. A miénk az ugye a normál időzóna az 12 óránként megy, a GMT időzóna pedig 24 óránként megy körbe. Tehát gyakorlatilag ez történik. Ugye amikor itt 3 óra van nálunk, akkor meg tudjuk nézni, hogy ott éppen 13 óra. Ugye még az is látszik, hogy délután van, vagyis 13 óra a egyik időzónában, a másikba pedig 17. Tehát a délelőtt délután problémáját is simán megoldja ez a GMT mutató. Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni most!